de nem könnyes nota. Aztán megpróbálom így menet közben pont emiatt a kis izé miatt is kevesebbet kommunikálni veletek ilyen verbális funkciókon keresztül. Ilyen kedvet is tudod összeállítani, kicsit ilyen trippes formában. Remélem, hogy érthető lesz majd, és szépen fogom artikulálni a szöveget. Egészen sorba menve a következő, az első után, tehát a második. Az egy ilyen, kicsit ilyen elszállós dalocska. Kicsit a szerelemről, kicsit ilyen ön megértésről, vagy önmagunkkal való kommunikációról, hogy így megértjük, hogy hol vagyunk az életben, másokra képes vagy sem. De egy olyan formában, amilyen teljesen ilyen, és ilyen formamondó, hogy mondjam. Majd kicsit elévedünk a lehetséges szerelmi válságoknak az olyan végződésében, ahol inkább olyan nemet mondani, hogy akarunk egymással látunk kezdeni, de aztán mégsem mondunk nemet. Majd az első nekem személy szerint az én karakterre írodott dal, ami az a címe, hogy emelj fel. Ez önmagáért beszél. Tehát, hogy így igen, lelkesítő. És így tovább, és így tovább, és így tovább. Sziasztok! Nem tudom, milyen hét nap van, de elkezdtem a koncertet. Thank you.
A mondani is megjön? Nem, hallásom.
most a legintimebb nótám következik nektek.